meghalt az egyik legnagyobb francia színész, Michel Bocquet. 96 évet élt. Olyan filmekben szerepelt, mint az 1968-as, François Juti rendezte A mennyasszony feketében volt, és az 1969-es, Jean-Paul Belmondo főszereplésével készült A Mississippi szirénje, a szintén 1969-es A hűtlen feleség Claude Chabroltól, és az 1970-es Borsalino Alain Delonnal. Michel Bocquet 7 évtizeden keresztül több mint 100 filmben és televíziós produkcióban szerepelt. Kétszer nyerte el a legrangosabb francia filmdíjat, a César-t, először a 2001-es Hogyan öltem meg az apámat című filmben nyújtott alakításáért, majd a 2005-ös Mitterrand utolsó napjaiért. A Totó, a Hős című 1991-es filmjéért a legjobb európai színésznek járó európai filmdíjat nyerte el. Utolsó filmje a 2020-as Villaköprész volt.